siker alapja, hogy jókor, jó modellel legyünk piacon. A Dacia eddig sem panaszkodhatott, hiszen mióta a Renault újjáélesztette a márkát, több mint 7 millió autót adtak el. Most azonban még nagyobbat szakíthatnak, hiszen itt az új Sandero. Nem csak a Sandero új, hanem vele együtt érkezett a 4 centivel emeltebb Stepway verzió is, valamint a négyajtós Logan is hamarosan piacra lép, a műszakiságot pedig mindhárom autóhoz az aktuális Renault Clio adja. A Clio a formában is felismerhető, talán leginkább itt hátul a C-oszlopnál, elől-hátul látványosak a lámpák, Dacia felirattal és fektetett Y-motívumokkal. Az új platformmal megváltoztak a Sandero arányai, ugye a hosszúság az alig változott, viszont szélesebb lett 9 cm-rel az autó, nőttek a nyomtávok és fényévekkel jobb a belső szélesség. A karosszéria merevebb lett, viszont a belső anyagminőség is sokkal jobb, itt a komfort szinten már szövetbetétet kapunk a műszerfalra és az ajtókra is. Bőrözött a kormány, ami teljesen jó fogású, nagyjából ugyanaz, ami a Dusterben is található, és onnan ismerős a klímavezérlő is, és már automata klímát is kaphatunk. Nagyon érdekes a rádiós rendszer, ugyanis alapáron, az alapszándéróban abszolút nincsen rádió, és nem is rendelhető hozzá. A következő lépcső egy olyan rendszer, amiben nincsen kijelző, viszont a telefonunkat használhatjuk kijelzőként, ahhoz van egy applikáció, de nélküle is működik, a műszerblokkban kommunikálva és a megszokott távirányítóval. Utána itt a komfort szinten már alapáron kapunk egy 8 colos kijelzőt, és felárért egy 8 colos navigációs kijelzőt kapunk vezeték nélküli Apple CarPlay-jel. Elképesztő, hogy milyen opciók jelentek meg. Holtérfigyelő is van már opcióként, viszont az aktív vészfékrendszer az összes új Sandero-ban benne van, csak vészfékezni tud, távolságtartós tempomat felárért sincsen, viszont a normál tempomat már a második felszereltségtől alapáron jár. Sebességkorlátozó viszont már az alapverzióban is van, sőt a LED fényszóró is alapáras, meglepően jó fényerejű, a korábbinál azt mondják, hogy harmadával hosszabb a fénycsóva, egy kicsit szélesebb is, mentem is autópályán éjszaka, és meglepően jó fényereje van. Hihetetlen dolgokat tud az új Sandero, nagyon komoly előrelépés a korábbihoz képest. Persze a mai konkurenciához mérten ez még mindig egy alapautó, viszont az alapigényeket teljesen jól kielégíti. Ugye a belső szélességet már említettem, hogy sokkal jobb lett, másfél centivel nőtt a tengelytáv is, a hátsó lábtér pedig 4 cm-rel nagyobb. Ez azt jelenti, hogy magam mögé 180 centivel gond nélkül be tudok ülni, de 190 centivel is valószínűleg el lehet ott férni. Tehát ez egy olyan kis autó, amit úgy vehet meg mondjuk egy család, hogy nem kell azon aggódni, hogy 5 vagy akár 8 év múlva hogyan fognak hátul elférni a gyerekek, mert valószínűleg elfognak. Egy kicsikét 8 literrel bővült a csomagtér is, most 328 literes, szerintem teljesen jól használható. Támladöntéssel, itt már osztott támladöntéssel bővíthető, és maga az egész autó arról szól, hogy az alapigényeket teljesen jól kielégíti, már nem egy fájó kompromisszum, teljes mértékben vállalható. Az alapverzió ugye 3,4 millió forintba kerül, ami az SCE 65 szívómotorral és nagyon bázis felszereltséggel értendő. Olyannyira, hogy az alapszándéró csak is fehér színű lehet, légkondi és rádió nélkül, ezek felárért sem kérhetőek hozzá. A második felszereltségi szinttől már alapáron kapunk Bluetooth kapcsolatos USB-s rádiót, opcióként légkondival kaphatjuk. Ez a komfort szint pedig már elég jól felszerelt, itt ugye a manuális klíma az alap, és opcióként nagyon sok minden kérhető, automata klíma, holtérfigyelő, akár hátsó elektromos ablak, kulcs nélküli nyitás-indítás, és a TCE 90 motor az igen élénken viszi már ezt az autót, alig több mint egy tonnát kell mozgatnia, tehát így tényleg jól megy, 6 fokozatú a váltó, autópályán is gond nélkül el lehet vele lenni, a zajszigetelés is sokat fejlődött a korábbihoz képest, de a konkurenciához mérten azért én azt mondom, hogy 130-nál már itt érezhető a zaj, a futómű és a szélzaj is. A futóműve továbbra is komfortra hangolt, viszont az is sokkal
stabilabb, mint a korábbi. A kormányzás az immár teljesen elektromos szervos, sokkal könnyebben forgatható, mint a korábbi, és a visszajelzés is több. Persze továbbra is 3,25 fordulatos, tehát azért a mai mezőnyhöz mérten egy kissé indirekt, de alapvetően teljesen oké. Okay. Ez a TCE 90 Comfort verzió 4,4 millió forintról indul, a konkrét tesztautó navigációval, alufelnivel, tolatókamerával 5 millió 29 ezer forintba kerül. Nyilván nem olcsó, nem tud már olcsó lenni ez az autó sem, hiszen jó lett. Jól felszerelt, és annyiért, amennyiért ezt jól felszerelten megkapjuk, a konkurenciánál alapverziót kaphatnánk. Ezért én azt mondom, hogy egy teljesen vállalható, akár ajánlható autó ez a Sandero, az alapigényeket tökéletesen kielégíti.